Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket! A pásztorok sietve elindultak és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek, dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak. Pontosan úgy, amint az angyalok erőre megmondták nekik. Kedves tévénézők, kedves testvérek! Év első napja van. Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta mindig az emberre. Jó tudni azt is, amit most hallottunk az evangéliumból, hogy amit Jézusról hallott és eltöprengett Mária, azt mind-mind a szívébe zárta. Vagyis egy élet vele. Mi vajon a szívünkbe tudtuk-e zárni Jézust? Vajon nekünk az adventi időszak és a karácsonyi idő minden öröm mellett megadta-e ezt a pillanatot, hogy felismerjük és megtegyük az életünk során? Kinyilatkoztatással kezdődött, az angyali üzenettel kezdődött az egész kinyilatkoztatás. Józsefnek és a pásztoroknak, Simeonnak és Annának, ahogy hallottuk az eddig a héten felolvasott evangéliumokból. Jézus tehát csak a hiten keresztül lehet megismerni, a hiten keresztül lehet felismerni. Mária a hitben is példakép a számunkra, nem csak mint édesanyja. A kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy előttünk kitárja Isten dicsőségét, megismertesse velünk Isten irgalmát, és ugyanakkor felemeljen bennünket az örök értékek magaslatára. Amen.